Közigazgatási reform. Jövőre 25 milliárd forintot szánnak a közszolgálati dolgozók felmenő rendszerben történő béremelésére. A száj után csak azok a termelők jogosultak a kárenyhítésre, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és be is fizették a termőterületük utáni hozzájárulást. Egészségesebb ivóvíz, 12 szatmári településen megújult a közműhálózat egy része, valamint a vízellátást szolgáló műszaki létesítményeket is felújították. Jövőre 25 milliárd forintot szánnak a közszolgálati dolgozók felmenő rendszerben történő béremelésére. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egy teljesítményorientált, feladat alapú életpályamodellt hoznának létre, így ezentúl már nem csak a szolgálati idő és a szervezetben elfoglalt pozíció határozná meg a bérezést. Ez is része annak a közigazgatási reformnak, amelyben bővülő feladatokkal második generációs új kormányablakok nyílnak országszerte, és 40 ügykörben vezetik be az elektronikus ügyintézés lehetőségét az év végéig. 8 éve nem emelkedett az illetmény alap a közszolgálatban, ezért először a végeken dolgozók, akik közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, kapnának közel 30%-os keresett növekedést, mondta a televíziónknak a területi közigazgatásért felelős államtitkár. A teljesen új alapokra helyezett közszolgálati életpályát csak magas szakmai végzettséggel rendelkezőknek alakítanák ki, egy kifelé zárt, belül azonban átjárható rendszerben. Kovács Zoltán hozzátette, az őszi parlamenti ülésszakban várható a béremelés szükséges jogszabályok elfogadása. A 2016-os évben 25 milliárd áll rendelkezésre a területi közigazgatás közép és alsó szintjének, azaz a járási hivataloknak és a megyei kormányhivataloknak az életpálya modell bevezetésére. Ezen most dolgozunk egyébként, amely még nem dőlt el, hogy a jelenlegi átírása vagy egy teljesen új típusút fogunk létrehozni, ebbe egy komoly társadalmi vitát szeretnénk, bevonva az érintetteket, a járásihivatalvezetőket, a kormány megbízottakat. A szövegszerű része kész, ebben én afele nyomnám el a rendszert, ha használtam ezt a kifejezést, hogy a teljesítmény legyen az elsődleges, ne csak a kvalifikáció, ne csak az élet pályán eltöltött idő. Ugye az nem sarkalja minden esetben a teljesítményre a dolgozókat, tehát összesen ezeknek a kombinációjából szeretnénk egy új életpályamodellt. Az államtitkár hozzátette, a kormány az egyik fontos feladatának tartja a közigazgatás reformját. Tartalmilag és formailag is megújítják az államot. Az eddigi intézkedések mellett az ágazati módon fejlődött szakrendszer átjárhatóvá tételét szeretnék megvalósítani. Folyik a digitális állam kiépítése, az elektronikus ügyintézés támogatása, hogy az állampolgárok minél több ügyet intézhessenek el otthonról. Az elektronizált ügyeknek a számát szeretnénk növelni. Az egyik fontos kérdés az, hogy különösen a fiatalok körében rendkívül elterjedtek az okostelefonok, az informatika. Az ő számukra szeretnénk nyitni, hogy otthonról lehessen jó néhány ügyet intézni. Erre ma is van már lehetőség. Ezt szeretnénk kibővíteni. Ez természetesen az országnak egy jelentős fejlődésen kell keresztül menni, hogy a széles sávú internet minél szélesebb strádán, elektronikus strádán tudjanak közlekedni az azt igénybevevők. 2018-ra gyakorlatilag mind a 3,5 millió háztartásban lesz széles sávú internet. A másik fontos lépés, hogy ágazati szakrendszeri fejlesztések történtek. Ez egy kicsit érthetetlen mondjuk egy hétköznapi ember számára, hanem hogy külön fejlesztett informatikai rendszert, a közlekedési ágazat, a földhivatal, ezeket szeretnénk átjárhatóvá tenni, így az ügyintézést hatékonyabbá meg gyorsabbá tenni. Az államtitkár azt is elmondta, jövőre az állam 10 milliárd forinttal kevesebb igazgatási szolgáltatási díjat szed be. A jövő év elejére összesen 278 kormányablakot szeretnének az országban működtetni, és a jelenlegi ügyszámot több mint a duplájára emelnék. Mától lépett életbe az új menekült törvény, amelyben többek között az áll, az illegális határátlépés bűncselekménynek számít, ami tovább növelheti a bírósági szervezetek leterheltségét. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az Országos Bírósági Hivatal október 1-jével a nyíregyházi törvényszékről 2 bírót, 5 bírósági titkárt és 8 igazságügyi alkalmazottat rendel ki a szegedi törvényszékre a megnövekedett migrációs terhek csökkentése érdekében. A rendőrség közleményében arról tájékoztatott, hogy a jogszabályváltozásokból adódó feladatokra felkészültek, azok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtették.
Csak azok a termelők jogosultak az aszályos idő miatti kárenyhítésre, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és be is fizették a termőterületük utáni hozzájárulást. Erre hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Ezután november 1-e és 30-a között a gazdáknak írásban is jelezniük kell az MVH felé kárigényüket. A kalászosok betakarítását követően szinte elenyésző csapadék érte a földeket, így a még betakarítás előtt álló mezőgazdasági termények szinte mindegyikét aszálykár sújtotta. Jelentős a terméskiesés a kukorica és a burgonya földeken, de a dohány és alma termesztők is jeleztek károkat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. Az aszálykárra, illetve kárenyhítésre azok jogosultak, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és szeptember 15-ig a hozzájárulási kötelezettségüknek eleget is tettek. Aki nem tett eleget szeptember 15-ig, vagy nem tesz eleget szeptember 15-ig a fizetési kötelezettségének, hozzájárulási kötelezettségének, az sajnos későbbiekben ebből a keretből nem igényelhet a kárai enyhítésére vonatkozólag semmilyen összeget. A termelők azon kívül, hogy van ez a fizetési, illetve hozzájárulási kötelezettség, még van egy fontos időpont, amit be kell tartaniuk, az pedig az, hogy november 1 és november 30 között a kárukat írásba a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé jelezniük kell. Ez után válhatnak jogosultá a kárenyhítés összegére. Azok a termelők jogosultak a kártérítésre, akiknek az árbevétel kiesésük eléri a 30%-ot, illetve az összes üzemi árbevételük 15%-ától nagyobb mértékben csökken. Megkezdődött a kukorica betakarítása. Viszonylag még kis területet takarítottak be, de azon a területen 24 mázsás termés átlag jött ki, ami a tavalyi 90-100 mázsához viszonyítva jelentős terméskiesést mutat. Hasonló helyzet a burgonya esetében. A burgonyánál a tudomásunk szerint 120 mázsás betakarítási termés átlag mutatkozik, a tavalyi 200 mázsához viszonyítva. Azok a gazdák, akik befizettek a kárenyhítési alapba, kártérítést is kaphatnak. Ez utóbbit azonban csak abban az esetben, ha a földművelősügyi miniszter 2015. október 31-ig közleményben aszály sújtotta területén nyilvánítja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Befejeződött a szatmári ivóvíz minőségjavító projekt. A fejlesztésekkel 12 településen javult az ivóvíz minősége, megújult a közműhálózat egy része, valamint a vízellátást szolgáló műszaki létesítményeket is felújították. A Mátészalkai és a Panyolai vízműtelep bejárásával zárult a szatmári ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás projektje. A társulást 2009-ben azért alapították, mert a csatlakozott tagtelepülések mindegyikén a szolgáltatott ivóvíz valamely komponense meghaladta a kormányrendeletben előírt határértéket. A projekt kezdet előtt 4 különféle vegyi anyag tekintetében nem tudtuk teljesíteni a Mátészalka ivóvízhálózaton azokat a mutatókat, amelyet az Európai Unió kért tőlünk. A projekt végén ezek az akadályok elhárultak, és most már egészségesebb és jobb lett az ivóvíz Mátészalkán is. Ez a legfontosabb, azt hiszem, ennek a 17.600 embernek. Másodlagos szempontból az is nagyon fontos, hogy 30-40 esetenként 50 éves víziközmű elemeket, hálózatot újítottunk föl, tehát gyakorlatilag a teljes infrastruktúrája az ivóvízhálózatnak megújult. A beruházás megvalósulásával Mátészalka, Ópályi, Nyírcsahój, Jármi, Nyírmeggyes, Papos, Kisar, Nagyar, Panyola, Kérsemjén, Nábrád és Tivadar lakossága ezentúl az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő ivóvízhez jut. Most egy olyan intézményhálózatot, egy alapszolgáltatást, az ivóvízet, az életünk alapját adó ivóvízszolgáltatásról beszélünk, amely megújult, modernizálódott az új szabványoknak, a törvényeknek megfelelően azoknak a káros anyagoknak a kiszűréséről beszélünk, amely az emberek életminőségét, hogy visszakanyarodok a társadalmat alkotó emberek életminőségét javítja, egészséges ivóvíz, egészséges ember, egészséges társadalom, talán így lehetne felépíteni alulról, hiszen, amint mondtam, a legalapvetőbb élethez szükséges forrást az ivóvízről beszélünk. A 728 millió forintos az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában befejeződött beruházás 12 település 30 000 lakosát látja el egészséges ivóvízzel.
Továbbra sincs előrelépés az első magyar környezettudatos szociális országos szövetkezet ügyében, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Aranyos Gábor, a Societas országos alelnöke azt hangsúlyozta, a projektre a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 2 milliárd forintos állami támogatást hagyott jóvá, azonban csaknem 1800 dolgozó azt állítja, hónapok óta nem kaptak fizetést, és a papírjaikat sem adja ki a szövetkezet. Már a kormány is megállapította azokat a szabálytalanságokat, amiket mi is felvetettünk az elmúlt hónapokban, ezért arra kérjük a kormányt és a képviselőket, hogy minél hamarabb nyújtsanak segítséget ezeknek a károsultaknak, és ha nagyon sok kérés közül egyet ki kellene emelni, akkor az lenne, hogy azon munkavállalók gyermekei, akik ma úgy fekszenek le éhes hassal, hogy nem tudnak vacsorázni, és hétvégén nincsen étel az asztalon, mert nem tudnak keresethez jutni ezek a munkavállalók, vagy leendő munkavállalók, azoknak biztosítson legalább ingyenes étkezést. Hónapok óta a menekült kérdés mögé bújtatja több korrupciógyanús ügyét a kormány, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció országos alelnöke. Varjú László szerint a kormányzás is megszűnt, és érdemi lépéseket a menekült üggyel kapcsolatban sem tett a kormány. Magyarországon a menekültügy kezelése egy olyan üggyé vált, amelyben a kormány elégtelenül jár el, helytelen döntéseket hoz, és eközben pedig lényegében civil szervezetekre maradt mindaz, hogy ebben legalább az emberséges fogadásnak alapelemei megtörténjenek. De az is látszik, hogy a kormány miközben nem cselekszik, nem kormányoz, eközben szabadon maradt az elmúlt időszak összes korrupciós ügye. Megfeledkezhetnek az emberek arról a stadionmutyiról, a kaszinómutyiról, vagy arról, hogy az egészségügy lényegében teljesen magára maradt. A keresztény-roma szakkollégiumok munkájának fontosságát hangsúlyozta a hálózat tannévnyitóján a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programokról hamarosan előtte nézzük a híradó további témáit. Két vereséget szenvedett a kassai minitornán a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a hazaiaktól 11, a romániai Nagyszebentől pedig 12 ponttal kapott ki. A harmadik helyen végzett a Székesfehérváron megrendezett atlétikai csapatbajnoki döntőn a Nyíregyházi Sportcentrum DSC DSI vegyes csapat. A keresztény-roma szakkollégiumokban olyan munka folyik, ami fontos össztársadalmi érdek és érték, hangsúlyozta az ökumenikus istentisztelettel egybekötött nyíregyházi tanévnyi Tonczibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A politikus hozzátette, a kormányzat több intézkedéssel is segíti a hátrányos helyzetű gyerekeket az oktatásban, egyebek mellett az útravaló ösztöndíj program is ezt a célt szolgálja. A romákkal egy utat építünk, mondta Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az ünnepélyes tanévnyitón, és hozzátette, nem érti és elutasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben összemossák a bevándorlási ügyet a hazánkban élő romák helyzetével. Az államtitkár üdvözölte, hogy a keresztény értékeket magában hordozó szakkollégiumi hálózat eredményes munkájával segíti a roma értelmiség haladását. Televíziónk kérdésére pedig elmondta, a kormányzat továbbra is több programmal segíti a hátrányos helyzetben élő gyerekek, fiatalok oktatását. Szeptembertől a kormányzat 3,5-szeresére növelte azoknak a gyerekeknek a számát, akik ingyenesen étkeznek bölcsődében és óvodában. A bölcsődei korosztálynak megint elindítottuk a biztos kezdetház programot, amelyet jelentősen fogunk tudni bővíteni a következő időszakban is, közel 50%-kal. Tehát ezek a programok mind azt erősítik, hogy a hátrány kompenzálással megtörténjen, és az iskolában is, ez a másik elem, fontos különböző ösztöndíjakkal segíteni ezeket a gyermekeket. Fontos az, hogy az iskola típusok közötti váltás, tehát a középiskolában, majd felsőoktatásban való menetet is segítsük, az útra való ösztöndíj program ezt célszolgálja. Nyíregyházán az evangélikus szakkollégiumban 25 hallgató tanul, az ország különböző egyetemein, főiskoláin 6 keresztény szakkollégium működik. A hálózat vezetője szerint mindenhol ugyanazért a célért dolgoznak. A roma szakkollégiumban fölveszünk roma származású és nem roma származású hallgatókat. Ez azt jelenti, hogy ez a szakkollégium a roma-magyar együttélésnek a műhelye, és azt szeretnénk felmutatni a magyar társadalomnak helyi
és tágabb értelemben, hogy igenis, különböző kultúrájú emberek tudnak elkötelezetten, normálisan együtt élni. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat hallgatói az ország különböző részeiről érkeztek a tanévnyitóra. A hallgatók szeretik a szakkollégiumokat, és úgy gondolják, sokat nyújt számukra. Rengeteg mindent, barátokat, kapcsolatokat, nagyon sok lehetőséget, nyelvtanulást, és természetesen az ösztöndíj is megemlítendő. Egy uniós forrásnak köszönhetően valamennyi szakkollégium létszámának bővítésére is lesz lehetőség, mondta el televíziónknak a hálózat elnöke. Két vereséget szenvedett a kassai minitornán a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a hazaiaktól 11, a romániai Nagyszebentől pedig 12 ponttal kapott ki. Az október 3-án rajtoló bajnokságra készülő nyíregyházi kosarasok csütörtöktől a szlovákiai Svidben vesznek részt egy 4-csapatos tornán. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy Kassára már hazajárnak a nyíregyházi kosarasok, ugyanis az elmúlt hétvégén a felkészülési időszakban már harmadszor lépett pályára a határ túloldalán Sitko Ernő együttese. Mivel a Svit lemondta a részvételt, Szavicsék csak 2 meccset játszottak. A Nagyszeben ellen 3-4-en keresztül vezetett a Marsó-Nyíregyháza, végül azonban az ellenfél nyert 87-75-re, a Kassa pedig 86-75-re verte a magyar csapatot. Az első mérkőzésen azt akartam mondani, hogy nagyobb győzelmi esélyünk volt, de ez nem igaz, mert a másodikon is volt győzelmi esélyünk, és úgy gondolom, hogy egészen jól játszottunk, viszont a második mérkőzés lényegesen minőségibb volt a Kassa ellen, mint azt a Nagyszebed ellen tettük. Kicsit pontatlan volt a játékunk, úgy érzem, hogy a játékosok nem igazán értették meg, hogy néhány méter különbség is nagyon sokat számít egy játék megvalósításánál. Ezt a második mérkőzésre már kiküszöböltük, illetve sokkal türelmesebben játszottunk. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban arra kell törekednünk, hogy a játékainknak megtaláljuk azokat az opcióit, amivel meg tudjuk verni, vagy meg tudjuk lepni majd az ellenfeleinket, illetve mindenképpen az a legfontosabb, hogy türelmesen és kontrolláltan tudjunk végigjátszani mérkőzéseket, és végig kézben tudjuk tartani az egész találkozót. A szakmai igazgató elmondta, hogy Jovanovics egyelőre még nem győzte meg teljesen arról, hogy segítségére lehet a csapatnak. A szerb játékosnak 3 meccse lesz arra, hogy kiharcolja helyét a keretben, csütörtöktől ugyanis a szlovákiai Svitben lépnek pályára nyíregyháziak, a házigazda, valamint az egyaránt cseh Jindrifjuk Radec és Svitavi társaságában. A harmadik helyen végzett a Székesfehérváron megrendezett atlétikai csapatbajnoki döntőn a Nyíregyházi Sportcentrum DSC-DSI vegyes csapat. A nyíregyházi versenyzők 5 elsőséggel járultak hozzá a bronzérem megszerzéséhez. Az elmúlt hétvégén Székesfehérvár adott otthont a csapatbajnokság döntőjének, amelyen a szakosztályok önállóan vagy maximum 3-an összefogva indíthattak csapatot. A 18 egyesület közel 500 atlétáját felvonultató viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum DSC-DSI vegyes csapat a 3. helyen végzett, a győztes Honvéd Újpest duó, valamint a 2. Gödöllő Beasz Ikarusz trió mögött. A nyíregyháziak közül a magasugró Bakosi Péter, a gyalogló Herebrant Máté, a súlylökő Kerekes László, a diszkoszvető Szikszai Róbert, valamint a 4x400-os női váltó tagjaként Palástyi Luca, Osváth Krisztina és Guba Lilián állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az eredmények többsége az idény végének megfelelő volt. Az eredményekkel túlságosan nem büszkélkedhetünk, de nem csak mi, hanem a többi szakosztály sem, hiszen egy elég hosszú versenyidőszak végén vagyunk, május elején kezdődött, és most szeptember közepe van már, és valóban fáradtak voltak a versenyzők. Azok tudták tartani a formájukat, akik a világversenyekről mostanában jöttek haza, ők még mindig jó eredményeket tudtak produkálni. A felnőtt CB döntővel egy időben rendezték meg a serdülők csapatbajnoki döntőjét, amelyen nagyszerűen szerepeltek a nyíregyházi fiatalok. Nagy öröm számomra, hogy ugye ez a verseny együtt volt a serdülők csapatbajnokságával is, és ott a fiúk a várakozáson felül teljesítettek, hiszen ott 2. helyet értek el. Itt emelnénk ki Leveleki Bencét, aki távolugrásban igen jó eredménnyel, majdnem egyéni csúccsal, 6 méter 92 cm-re győzött, illetve 5-ös ugrásban majdnem 20 métert ugrott, volt is egy belépett 20 méter fölött ugrása. Ezek kiváló eredmények, és hát ott is a többi szakág képviselői segítették a csapatot, hogy a 2. helyet elérjék. A nyíregyházi atléták közül a dobók szeptember 26-án még elindulnak saját rendezésű idényzáró versenyükön, a többiek pedig néhány hét pihenőt kapnak. Októberben aztán elkezdődik a felkészülés a 2016-os szezonra.
Híradunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Jövőre 25 milliárd forintot szánnak a közszolgálati dolgozók felmenő rendszerben történő béremelésére. Egy teljesítményorientált, feladat alapú életpályamodellt hoznának létre, így ezentúl már nem csak a szolgálati idő és a szervezetben elfoglalt pozíció határozná meg a bérezést. Csak azok a termelők jogosultak az aszályos idő miatti kárenyhítésre, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és be is fizették a termőterületük utáni hozzájárulást. Erre hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Ezután november 1-e és 30-a között a gazdáknak írásban is jelezniük kell az MVH felé kárigényüket. Befejeződött a szatmári ivóvízminőségjavító projekt. A fejlesztésekkel 12 településen javult az ivóvíz minősége, megújult a közműhálózat egy része, valamint a vízellátást szolgáló műszaki létesítményeket is felújították. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. A legfrissebbekkel szerdán este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap nyáriasan meleg időre számíthatunk. Dél-délnyugat felől éjjel kissé nedvesebb, majd holnap napközben nagyrészt száraz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk, így a következő napokban szeptemberi nyár áll előttünk. Éjjel változóan felhős lesz az ég, zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A délkeleti majd a délire forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, futózápor előfordulhat, a déli szél időnként megélénkül, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Szombatig napos, nyáriasan meleg időjárás várható, majd vasárnapra egy frontrendszer hatására változékonyabbra fordul az időjárás. Vasárnaptól egyre több felé várható eső, zápor és zivatar, a hőmérséklet fokozatosan csökken majd, a jövő hét elején már csak 20 fok körül alakul.